Harmadik fejezet. A tengeren. Derék legénység verődött össze a delfinen. Nem haditengerészek ugyan, vagy tengeri ütközetek hősei, de kitűnően értettek a hajózáshoz. Nem is volt többre szükség. Elszánt fickók voltak valamennyien, bár többé-kevésbé mindegyik az üzlettel törődött elsősorban. Pénzre áhítoztak, nem harci dicsőségre. Nem a lobogóért lelkesedtek, nem szívesen bocsátkoztak volna harcba a nemzeti színekért. Különben is a fedélzet összes tűzkészsége két kis ágyúból állt, melyeket legfőjebb jelzőlövésre lehetett használni. A delfin gyorsan haladt, szinte repült. Beváltotta a tervezők és a kapitány reményeit. Nem sokára túljutott az angol vizek határán. Egyetlen hajó sem mutatkozott a szemhatáron, szabad volt az óceán széles útja. Egyébként az amerikai hajóhad egyetlen hajójának sem volt joga megtámadni az angol lobogó alatt hajózó delfint. Követni követhette, meg is akadályozhatta, hogy a tengeri blokkád vonalán áthatoljon, de ennél többet nem tehetett. Ezért is áldozott James Playfair mindent a hajó gyorsaságára, hogy még csak ne is követhessék. Minden esetre rendszeres őrséget tartottak a fedélzeten. Bár hideg volt, valaki mindig fent ült az árbóc kosárban, hogy a legkisebb hajó feltűnését is jelezhesse. Amint az est leszállt, James kapitány a legaprólékosabban adta ki utasításait Matthewnak. Ne hagyja az őrszemeket túl sokáig fenn az árbócon, mondta neki. A hideg elbágyasztja őket, és ilyen körülmények között nehéz éberen őrködni. Váltsa gyakran az embereket. Megértettem, kapitány úr, felelte Matthew. Croxtont ajánlom erre a szolgálatra. A fickó azt állítja, hogy kitűnő szeme van, ki kell próbálni. Ossza be a kora reggeli szolgálatra. Hadd őrködjék a hajnali ködben. Bármi vállaton esemény történik, azonnal értesítsenek. Miután kiadta parancsait, James Playfair a kabinjába ment. Matthew előhívatta Croxtont, s közölte vele a kapitány parancsát. Holnap reggel 6 órakor, mondta, felmész a megfigyelő helyre, a homlok sudár kötélzet közé. Croxton válaszként mindössze valamiféle beleegyező dörmögést hallatott, de alig, hogy Matthew megfordult, a matróz érthetetlen szavakat kezdett mormolni, míg végül is fölkiáltott. Mi az ördögöt akar mondani azzal a kötélzettel? Ebben a pillanatban csatlakozott hozzá a hajó orrában John Styx, az unokaöccse. Nos, kedves Croxton, szólította meg. Hát, megy a dolog, megy, felelte erőltetett mosolyal a tengerész, csak egy valami nem tetszik. Ez az átkozott hajó úgy hánykolódik, mint a kutya, amikor kijön a patakból és lerázza magáról a vizet. Egészen fölkavarta a gyomromat. Szegény barátom, szólt az inas, Croxtonra függesztve, hálát sugárzó pillantását. Borzasztó, folytatta a tengerész, hogy az én koromban még mindig nem tudom megúszni tengeri betegség nélkül. Mint valami kisasszony. Na de majd csak lesz valahogy. Meg azután ezek a homlok, sudár, kötélzeti dolgok is nyugtalanítanak. Kedves Croxton, és mindezt én értem. Önért és ő érte, de egy szót se erről, John. Bízzunk Istenben, nem fogja önt cserben hagyni. Szavak után John Styx és Croxton visszatért a legénységi szállásra. Croxton addig nem hunyta le a szemét, amíg meg nem győződött arról, hogy az inas gyerek szép csendesen alszik szűk kis kamrájában. Másnap reggel 6-kor kelt és elindult őrhelyére. Amint felért a fedélzetre, a másodkapitány azt a parancsot adta, hogy másszon fel a homlok árboc kötelei közé, és ott éberen őrködjék. E szavakra úgy tűnt, mintha matrózunk tanácstalanul habozna. Végül elszánta magát, és a delfin tatja felé indult. Ej, hát hová mész? Kiáltott rá Matthew. Ahová küldött, felelte Croxton. Azt mondtam, hogy a homlok árbócra mász fel.
Hát éppen oda megyek, felelte zavartalanul a matróz, s folytatta útját a hátsó fedélzet irányában. Tréfás szólt újra Matthew türelmetlenül. A homlok árbóc kosarát a hátsó árbócon keresed? Úgy látom, te valami ostoba londoni fickó vagy, és annyit értesz a matróz csomóhoz, mint a korbácsfonáshoz. Micsoda ladikon dolgoztál, te barátom? Gyerünk az előárbócra, te ostoba, az a homlok árbóc. A fedélzeten szolgáló matrózok, akik a másodkapitány hangjára összeszaladtak, önkéntelenül is hatalmas nevetésben törtek ki, ahogy az előbástyához visszatérő Croxton zavart képére pillantottak. Szóval, mondta az árbocot méregetve, melynek tökéletesen láthatatlan csúcsa a reggeli ködbe veszett, szóval oda kell felmásznom? Úgy bizony, felett Matthew kapitány, és pedig sietve. Szent Patrikra mondom, míg ez a semmire kellő felmegy az őrhelyre, az északiak egyik hajója már rég felnyársalta orr árbocával a mi vitorláinkat. Indulsz-e végre? Croxton meg sem mukkant, és nagy keservesen felhúzóckodott a párkányra, azután feltűnően ügyetlenül mászni kezdett a kötél hágcsón, mintha sem kezét, sem lábát nem tudná rendesen használni. Majd, amikor felért az árbóc kosárhoz, ahelyett, hogy könnyedén belelépett volna, görcsösen a kötelekbe kapaszkodott olyan erővel, amilyenre csak a szédülés kényszeríthette. Matthew kapitán elképett ekkora ügyetlenség láttán, és iszonyú haragra gerjedt. Megparancsolt, hogy azonnal ereszkedjék vissza a fedélzetre. Ez a fickó, mondta a fedélzetmesternek, soha életében nem volt matróz. Johnston, menjen, csak nézze meg, hogy mit is őrizget a vackai között. A fedélzetmester hátra sietett a matrózok szállásához. Eközben Croxton kínos keservesen visszaereszkedett, amikor pedig a lába alól elfogyott a hágcsó, egy mozgó kötélbe kapaszkodott, amely kioldódott, és ő teljes súlyával a fedélzetre zuhant. – Te hatökör, te édesvízi patkány, te! – kiáltott rá vigasztalanul Matthew másodkapitány. – Mi a csodának jöttél a delfinre? – Kipróbált tengerésznek adod ki magad, és még az elő meg a hátsó árbócot se tudod egymástól megkülönböztetni. Na, majd beszélgetünk még erről. Croxton egy szót se szólt. Úgy állt ott görnyed háttal, mint aki minden rosszra el van készülve. Éppen akkor ért vissza szemle útjáról a fedélzetmester. Itt van, mondta a másodkapitánynak. Ezt találtam csak ennek a bugrisnak a batyujában, egy gyanús levéltárcát és benne leveleket. Adja ide, rendelkezett Matthew úr. És a leveleken az Egyesült Államok postai bélyegzője, Mr. Halliburtt, Boston. Egy északi abolicionista. Te nyomorult, hitvány áruló. Azért furakodtál a hajóra, hogy kiszolgáltass minket? Légy nyugodt, elintézzük a dolgod, és megtapasztalhatod a kilenc ágú macska körmeit. Fedélzetmester, értesítse a kapitányt, ti pedig ügyeljetek addig erre a csirkefogóra. E bókuk hallatára Croxton dühösen fintorgott, de meg sem mozdította makacsul összezárt ajkait. A horgonykötél dobjához kötözték, se kezét, se lábát nem mozdíthatta. Néhány pillanattal később James Playfair elhagyta fülkéjét, és az előbástya felé tartott. Matthew azonnal közölte vele a történteket. – Mit tudsz mentségedre felhozni? – kérdezte James Playfair, nehezen fékezve ingerültségét. – Semmit, felelte Croxton. – Mit akartál a hajómon? – Semmit. Mit gondolsz, mit csinálok most veled? Semmit. Ki vagy te? Valóban amerikai, hogy a levelekből következtetni lehet? Croxton nem felelt. Fedélzetmester, szól James Playfair. 50 korbácsütést ennek a fickónak. Talán megoldódik a nyelve. Elég lesz, Croxton? Majd meglátjuk, felelte. Szemrebbenés nélkül John Sticks hajósinas nagybátyja. Gyerünk, fogjátok! Ordította a fedélzetmester.
Parancsára két jól megtermett matróz nekilátott, hogy lehúzza Croxtonról a gyapjú zubbonyt. Már a félelmetes szerszámot is megragadták, amikor a hajózsinas John Styx sápadtan és feldúltan a fedélzetre rohant. Kapitány úr kiáltotta. Hoho, itt az öccse, szól James Playfair. Kapitány úr, kezdte az inas, erősen tusakodva önmagával. Én elmondok mindent, amit Croxton nem akart elmondani. Én nem tartom titokban, amiről ő még most is hallgat. Igen, Croxton amerikai, én is az vagyok. Mindketten gyűlöljük a rabszolgatartókat. De nem azért jöttünk a Delfinre, hogy eláruljuk és kiszolgáltassuk az északiaknak. Hát akkor miért jöttek? Kérdezte a kapitány szigorú hangon, és érdeklődéssel mustrálgatta a fiatalinast. Az néhány pillanatnyi habozás után eltökélt hangon felelte. Kapitány úr, négy szem közt szeretnék önnel beszélni. Amíg John Styx e kérésére készülődött, James Playfair figyelemmel vizsgálgatta. Az inas ifjú és bájos arca, sajátosan kedves hangja, kezének finomsága és fehérsége, amelyet alig-alig színezett egy halványbarna árnyalat, nagy szeme, melynek szelíd tekintetét, még az indulat sem tudta felkavarni, mindez együttvéve egy gondolatot érlelt meg a kapitányban. Amikor John Styx kérése elhangzott, Playfair átható pillantást vetett Croxtonra, de ő csak vállát vonogatta. Aztán az inasra nézett kutatóan, mire az lesütötte szemét. Egyetlen kurta szóval mondta neki: jöjjön! John Styx követte a kapitányt a hajó hátsó fedélzetére. Ott James Playfair, felnyitva a parancsnoki fülke ajtaját, így szólt az izgalomtól sápadozó inasnak: szíveskedjék befáradni, kisasszony! Erre a megszólításra John hirtelen elpirult, és két könycsepp gördült le a szeméből. Nyugodjék meg, kisasszony, szólt szeliden James Playfair. És mondja el, kérem, milyen körülményeknek köszönhetem az ön jelenlétét hajón fedélzetén. A leány habozott, mielőtt válaszolt volna, végül is a kapitány tekintetétől megnyugodva, elszánta magát a beszédre. Uram, mondta, apámat szeretném megkeresni Charlestonban. A várost a szárazföld felől is, a tenger felől is körülzárták. Még elképzelni sem tudtam, hogyan juthatnék be a városba. Midőn meghallottam, hogy a Delfin éppen az ostromzár áttörésére készül. Ezért szálltam az ön hajójára, uram, és nagyon kérem, bocsássa meg, hogy az ön beleegyezése nélkül tettem így. Ön bizonyára visszautasított volna. Bizonyára, felelte James Playfair. Tehát mégis jól tettem, hogy nem kértem meg önt, szólt a leány most már nyugodtabb hangon. Kapitány néhány lépést sétált keresztbe font karral, majd megállt előtt. Hogy hívják, kisasszony? Jenny Halliburtt. Apja Bostonból való, ha jól következtetek a Croxtonnál talált levelek alapján. Igen, uram. Az északiak egy embere, tehát a háború tetőpontján, a déliek városában tartózkodik? Az apám fogoly, uram. Éppen Charlestonban volt, amikor a polgárháború első puskalövései eldördültek, és a déliek kiűzték az északi csapatokat a Sumter erődből. Apám nézetei szinte kiszolgáltatták őt a rabszolgatartók gyűlöletének is jogellenesen,
Beauregard tábornok parancsára börtönbe vetették. Akkoriban egy nemrég elhunyt rokonomnál voltam Angliában, és egyedül maradva, csupán családunk hűséges szolgájának, Croxtonnak segítségére támaszkodva akartam elindulni, hogy fölkeressem apámat, és megosszam vele börtönét. És mi tulajdonképpen Halliburtt úr? Kérdezte James Playfair. Derék becsületes újságíró, felelte büszkén Jenny. A szószék egyik legtiszteletre méltóbb szerkesztője, aki rettenthetetlenül kiállott a négerek ügye mellett. Tehát abolicionista, kiáltott fel hevesen a kapitány. Egy azok közül, akik a rabszolgaság eltörlésének hiú jelszavával az egész országra vér özönt és pusztulást zúdítottak. Uram, felelte elsápadva Jenny Halliburtt, ön sértegeti apámat. Nem volna szabad elfelednie, hogy itt csak én magam védhetem meg őt. Élénk pír lepte el a fiatal kapitány homlokát, a szégyennel vegyes harag elhatalmasodott benne. Kíméletlenül vissza akart vágni a lánynak, de erőt vett magán, és kinyitotta a fülke ajtaját. Fedélzetmester, kiáltotta. A fedélzetmester rögtön megjelent. Ezen túl ez a fülke Jenny Halliburtt kisasszonyé. Számomra a hajó végében készítsenek fekvőhelyet. Jó lesz nekem ott is. A fedélzetmester tágra nyílt szemmel bámulta az inast, akit íme női néven említettek. De James Playfair intésére eltávozott. Érezze itt otthon magát, kisasszony, szólt a delfin ifjú kapitánya. Ezzel ő is elvonult.